Dalmandon sem úgy alakult a 2020-as év, ahogy azt a településvezetés eltervezte. A járványügyi helyzet miatt több nagy hagyománynak örvendő rendezvény is elmaradt a faluban. A járványügyi helyzetre való tekintettel és a kormány döntését figyelembe véve a tavalyi évben meg tudtuk tartani a falunapunkat, meg tudtuk tartani a Halloween partinkat, viszont elmaradt a karácsonyváró ünnepségünk, elmaradt a télapó járja a falut és a gyerekeknek szaloncukrot oszt, elmaradt az adventi vásárunk, és sajnos elmaradt a szilveszteri futásunk, amit a tavaly előtti év során egy fergeteges bállal zártunk le. Azt gondoljuk, hogy szeretnénk ezeket a rendezvényeinket majd az idei évben pótolni, hogyha azt a pandémia engedi. A településvezetés azonban nem néztetétlenül, hogy az emberek otthonaikba bezárva töltik a szeretet ünnepét. Az óvodás és az iskolás gyermekeinket is megajándékozta az önkormányzat, ajándékcsomaggal kedveskedtem nekik. A csomag kibontása után mindenki elfogyaszthatta az önkormányzat jutalmaként karácsony alkalmából a mákos és a diós beiglit. Nagyon jól sikerült az ajándékozás, nagy volt az öröm, ezért bemutatták nekem karácsonyi műsorukat, mind az iskolásoké és mind az óvodásoké nagyon gyönyörű volt és elnyerte tetszésemet. Nem csak az iskolás és az óvodás gyermekek kaptak ajándékot, hanem a településünkön 470 család él. Azt gondoltuk, hogy mivel a karácsonyváró rendezvényünk elmarad, ezért szeretnénk minden egyes háztartásnak kedveskedni egy kis szaloncukorral és egy karácsonyi üdvözlőlappal. Nagyon sok volt a visszajelzés, és nagyon-nagyon örültek neki, hogy gondoltunk arra, hogy otthon bezártan kell eltölteni a karácsonyukat, és mégis megemlékeztünk róla, hogy boldoggá tegyük egy kicsit boldogabbá. Az idősek és az újszülöttek pénzbeli támogatást kaptak, 2020-ban 17 kispolgárral gazdagodott a falu. 360 fő, 60 év feletti él Dalmandon, akik szintén 6000 forint támogatásban részesültek az önkormányzattól. A tavalyi év folyamán 2020-ban 17 újszülött babánk született, ebből 15 babának az őt megillető köszönjük kis jövevény emléklapot és a hozzájáró 10 000 forintot el tudtuk vinni még a tavalyi évben, viszont december végén született két kisbabánk, akiknek január elején tudtuk átadni a megérdemelt jutalmat. Újult erővel és rengeteg tervel vágnak neki a 2021-es évnek, hogy Dalmand tovább fejlődjön és szépüljön, hangsúlyozta Stamné Juhász Luca polgármester. Az idei évre a tervezett beruházásaink, tehát a tavalyi év folyamán beadott pályázatok újbóli beadása, tehát ez alatt értem, hogy a ravatalozónk, mivel nagyon rossz állapotban van, ha lesz ilyen pályázat, mindenképp szeretnénk beadni. Az útjaink nagyon-nagyon rossz állapotban vannak, mindenképp szeretnénk útra beadni a pályázatot. Nincs az idős nyugdíjasainknak nyugdíjas helyiségük, tehát mindenképp kellene egy nyugdíjas klub, sőt tovább megyek Dalmandra, nem csak nyugdíjas klub kellene, hanem talán az ifjúság számára is valami helyiség, mert sehol nem tudják eltölteni az idejüket és szórakozni. Ami nagyon fontos lenne, azt gondolom, mert Dalmandon nem falugondnoki, hanem tanyagondnoki szolgálat működik. Idejét múlt, elavult a tanyagondnoki autónk, majdnem havi szinten szerelőnél van, és úgy kell bérelnünk tanyagondnoki buszt, hogy addig tudjuk szállítani a külterületen élő óvodásokat, iskolásokat és az idős embereket az orvoshoz. Tehát mindenképp kellene nekünk egy tanyagondnoki busz, ezeket a pályázatainkat tartaléklistára rakták és elutasították. Kitartunk, újból beadjuk, ha lesz rá lehetőségünk, de ha más pályázatot adnak be és másra lehet pályázni, akkor is minden alkalmat megragadunk. A közmunkaprogramban dolgozók létszámát is szeretné emelni, hiszen Dalmandon sok a zöld terület, amelyet gondozni kell, de az idős embereknek is nagy segítséget jelentenek a közmunkások, tette hozzá a polgármester. Napirenden van továbbá a Polgárőr Egyesület létrehozása. 25 fiatal beadta a jelentkezését, hogy szeretne polgárőr lenni. Ezt elküldtem a Tolna megyei Polgárőr Szövetség elnökének, Széles Jánosnak. Sajnos újból hozott a kormány egy rendeletet, ami alapján nem tudtuk megtartani a tagfelvételi gyűlést. Ez folyamatban van. Mihelyest
szigorítások enyhülnek, és össze lehet hívni ennyi főt, abban a pillanatban tehát ezt meglépjük, és felvesszük az új tagokat, hogy Dalmandon legyen polgárőr egyesület. A labdarúgáshoz kedvet érző fiatalok szintén nyitott ajtókat találnak. A dalmandi foci csapat ugyanis feltöltésre vár. A régi edző lemondott, új edzőnk van, Molnár Csikos Ferencnek hívják, a mai napig most is edzést tart a fiataloknak. Szeretnénk, ha ifjúsági csapatunk is lenne, de ez a jövő. Most egyelőre szeretnénk dalmandi focistákkal megtölteni a foci csapatot, és úgy gondolom, hogy Feri ennek érdekében mindent megtesz. És az önkormányzat is partner ebben. A falubelieknek pedig szükségük van a közösségi programokra. A baráti beszélgetések, nagy nevetések összekovácsolják az embereket. Így, ha a helyzet engedi, idén megtartják a falunapot, és bepótolják a tavaly elmaradt rendezvényeket. Mindenképp szeretnénk adventi vásárt, mindenképp szeretnénk karácsonyvárót, mindenképp szeretnénk, hogy összejöjjön a szilveszteri futásunk, amit sült malacevéssel és virslivel és mustárral és gyerekekkel, időssel, középkorosztállyal egyaránt végig bulizhatnánk, tehát hogy elfelejtsük a tavalyi évet, amit nem tudtunk megvalósítani.